Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Petőfi Sándor ebben a hadsorban elmondott mindent, amit tudni lehet, és tudni kell ahhoz, hogy jó életünk legyen. A Nemzeti Színház színészei és híres zenekarok előadását élvezhette a Nagy Érdemű a Szekszárdi Kulturális Központban. A fókuszban Petőfi Sándorral. Petőfi levelezéseiből és Adinak, illetve más embereknek a visszaemlékezéséből, vagy hát gondolatairól Petőfi kapcsán ebből alakultak a szövegek, és egyébként pedig zenekarok, zenészek zenésítettek meg Petőfi verseket, és ebből a kettőből áll össze. Kicsit úgy, hát ugye a szabadság és szerelem tematikáját járjuk nagyjából körbe, és hogy próbáljuk Petőfinek a személyiségét minél jobban kibontani, hogy minél több aspektusa meg kitűnjön és látható legyen. A darabban helyet kaptak táncos betétek is, amelyek még tovább fokozták színvonalát. Hát Petőfi talán a öt legnagyobb ikonunk, nemzeti ikonunk között van, és egy olyan felülmúlhatatlan egyéniségű a magyar irodalomnak és történelemnek, ami okán, aki miatt nem úgy élünk most, mintha ő nem lett volna. Szóval olyan mértékben változtatta ő meg a magyar kultúrát, a magyar történelmet, és szerintem egy mintakép a mai napig, és nem véletlen, hogy gyakorlatilag nincs olyan költő Petőfi óta, aki ne írt volna Petőfihez verset. És hát a mai napig ha, szerintem ha kimennénk az utcára és azt mondanánk, hogy mondjon valaki egy költőt, az szerintem 100%, hogy mindenki Petőfit mondaná. Az előadás elsősorban Petőfi Sándor és Szendrei Júlia szerelmét állítja középpontba, de kettejük története során kihagyhatatlan tényező a forradalom és szabadságharc is. A Petőfi 200 című előadást hoztuk ide Szekszárdra, ami egy zenés előadás, tehát főként a zene fog dominálni nagy sztárokkal. Viszont lesznek közöttük kisebb részek, szöveges részek, amiben hárman, most jelenleg Szabó Sebestyén Lászlóval és Beretyán Nándorral hármasban fogunk Petőfi Sándor szövegeket, illetve narrációs szövegeket mondani ezekben a köztes részekben, és én Szendrei Júliát fogom alakítani, és hát ez benne néhány csavar, mert Petőfi Sándor szövegeket is mond Szendrei Júlia Petőfinek válaszul az ő gondolataira, szóval ez szerintem egy nagyon érdekes koncepció, és Ugron Zsolna készítette ehhez a szövegkönyvet, ő szerkesztette, és ezekkel a szövegekkel dolgozunk. A színművészek egyetértenek abban, hogy Petőfi Sándor a leghíresebb és legnagyobb magyar költők között szerepel, a megzenésített dalok pedig a lírikus kortárs szerepét erősítik. Petőfi a hős, Petőfi a költő, Petőfi a lánglelkű, Petőfi a szerelmes. Bár a történet ismert, igaz, sok helyütt téves elemekkel vegyítve, talán kijelenthető, hogy sosem lehet teljességgel és mindent elmesélni a korról. Szendrei Júlia egy nagyon-nagyon érdekes figura szerintem, és ezt tényleg őszintén ezt gondolom, hogy én úgy képzelem őt, hogy egy nagyon talpra esett, egy nagyon karakán nő volt, mert egy ilyen kaliberű ember mellé, mint Petőfi Sándor, egyszerűen kellett valaki, aki ugyanúgy nem, tehát nem egy olyan típus volt szerintem, aki így elbújik a tömegben, vagy így beleolvad, hanem kellett, hogy ő is nadrágot hordjon, ugye szó szerint is, ugye ő már hordott nadrágot, szóval, hogy Szendrei Júlia, ő szerintem egy ilyen nagyon különleges figura volt, és azt gondolom, hogy egy ilyen példakép típus, aki egy ilyen úttörő volt a nők számára, és nagyon remélem, hogy ezzel meg tudjuk mutatni azt, hogy Júlia is egy igazán különleges ember volt Petőfi idejében. Nyilván Petőfi Sándor mellett nehéz volt kitörni, akár ugye ő költőnő volt, de ezek a típusú, hogy mondjam, a művészi vonal, ezek így eltűnnek így a múltban, inkább mint Petőfi Sándor feleségére emlékezünk rá, és hogyha kicsit utána nézünk Szendrei Júlia életének, akkor rájövünk, hogy ő egyébként önmagában is egy nagyon értékelhető, kiemelkedő alkotó volt. A koncertszínházi produkció a Petőfi 200 közös jó a Szabadság című programsorozat keretében volt megtekinthető.